Az idei tanácskozásra a környék termelőit várták, ahol a csemege kukorica fajtáiról új gyomírtási, valamint tápanyag utánpótlási technikákról hallhattak az érdeklődők. A szabolcsi termőföld általában homoktalaj, ezért fontos a tápanyag bevitel, amelyből azonban a kevés, de a túl sok is káros lehet. Jellemzően nitrogén, foszfor, kálium és cink hiányjal küzdenek a növények, amit sokszor az őszi alaptrágyázás elmaradása okoz, mondta a szakember. Ez a a tavaszi trágyázással még megmenthető, valamint a vetéskor egy új szert is alkalmazhatnak. Idén azonban a nagy meleg is megterhelő volt a kukorica számára. Ezt a nagy melegedés a szárazsúly csak úgy bírja, hogy, hogy, az egész területemet öntözni tudom, és most ez a kukorica is már végig volt öntöző, illetve mivel az egész területet tudom öntözni, így valamivel át lehet hidalni, de egyébként irrál is ez a, ez a 38 fok körül, tehát a növények nem bírják, különösképpen ez az UV sugárzás, ami, ami fantasztikus. Az előbb elfelejtettem említeni, hogy még a csemege kukorica fajta most van a bemutatója. A termésre nagy hatással van a száraz meleg. A kukoricasorok között volt, amikor délután 2 órakor 60,5 fokot mértek. A vendégeknek a szántóföldi szemlén hat fajtát mutattak be, két normál édes és négy szuper édes csemege kukoricát. A csövek jellemzően körülbelül 20 cm hosszúak, de van, amelyik a 24 cm-es nagyságot is eléri. Gyakorlatilag ugye a kukorica hát nem megkerülhető kultúra Magyarországon, lévén, hogy a kalászos az őszi búza után talán a legnagyobb vetésterülettel rendelkezik. Jellemzően 1 millió feletti hektár ö, kerül beállítás a kukoricába. A csemege kukorica ugye már egy szerényebb ö, volument képvisel. Ha jól tudom, Hajdubihar megyében összesen egy olyan 2000 hektár környék, és ugye még a szabolcsi termőterület is be, beletartozik. Ugyanakkor egy nagyon intenzív kultúra az elmúlt évben több nagy cég is nyitott a kertészet felé, itt szintén kiemelkedő szerep jut a kukoricának és a növény gondozásához szükséges termékeknek.